Amerika hamarosan új elnököt választ eldől tehát, hogy a világ legnagyobb hatalmát Donald Trump vagy Kamala Harris fogja majd vezetni. Donald Trumpot annyira démonizálták már, hogy az sem kizárt ismét megpróbálnak merényletet elkövetni ellene. És mi lesz, hogyha mégis sikerül egy merélőnek megölni Donald Trumpot, akkor mi történik polgárháború? A mai videóban arról is szó lesz, mi várható, ha Kamala Harris lesz a befutó. Eddig nem kevesebb, mint 175 milliárd dollárt szavazott meg Washington Kievnek az orosz-ukrán háború finanszírozás lesz -e ebben változás? De nagy kérdés, hogy kell-e Izraelnek például izgulnia a támogatások miatt, miután az amerikai és az izraeli viszony sem a repedésektől mentes. Bevándorlás, amerikai gazdaság és Vó wow, mind-mind olyan kemény témák, amikben segítünk eligazodni. Vicces, és mégis komoly, hogy a kampányban. Szerepet kapott egy republikánus szakál és egy kigúvadó demokrata szempár is. Erről is beszélünk, és arról is, hogy mit mutatnak a legfrissebb közvéleménykutatások. Vajon kinek hozott a konyhára többet az alelnök jelölti vita? És mindenben segítségemre lesz Fekete Ralmund Amerika szakértő. Egy hónap van hátra a történelmi elnökválasztásig, a jelöltek pedig fej-fej mellett. Már is kezdünk. Szervusz, Ramin, tehát a stúdióban. Az első és talán a legfontosabb kérdés magyar szempontból. Mi lesz akkor, ha Donald Trump nyer? Ez egy kicsit könnyebb kérdés, de mi lesz akkor, ha Kamala Harris lesz a befutó? Igen, ugye, ez egy mindig, mindig egy ilyen vissza visszatérő kérdés, hogy a magyar-amerikai kapcsolatokkal mi lesz akkor, ha egyik vagy másik jelölt ér célba a november 5-i választást követően. Ahogy mondta, Trump esetében könnyebb, hiszen van egy van egy nagyon jó működő kén, mi a Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump között. Többször is találkoztak, ugye idén is már több alkalommal találkoztak a felek, és nagyon sok kérdésben ugyanúgy gondolkoznak. Kezdve az orosz-ukrán háborútól, kezdve a, a bilaterális kapcsolatokon át, az, hogy mind a két vezető a saját országát teszi első helyre. Ugye Donald Trumpnál nem véletlenül van az, hogy továbbra is a kampány szlogen az, hogy make America great again, tegyük újrán, újra, újra nagyjá Amerikát, és csak egy ilyen fanfaktént megjegyzem, hogy Magyarország alaptörvényében is van egy ilyen rész, hogy tegyük nagyjá Magyarországot. Mm. Azért is euh, nehéz ugye a kérdés, mert azért azt látjuk, hogy hogy démonizálják Trumpot. És ez már megfigyelhető volt, euh, amikor Bidennel csatázott még euh, korábban. Hillary Clinton esetében is elképesztő támadásoknak volt kitéve. Úgy tűnik, hogy a liberális véleményformáló elit kint Amerikában semmilyen eszköztől nem riad vissza, és itt elsősorban Uh, a Marine letekre gondolok, hiszen ugye kettő volt uh, uh, ellene. Mi történik, hogyha valóban egy merénynek sikerül végeznie a Donald Trumpal, Kitör a polgárháború? Igen, ugye az, amit ha mindig, mindig megkapjuk, hogy Magyarországon a közbeszéd állapota milyen és mennyire durva, nem azt mondom, hogy Magyarországon ez teljes mértékben rendben lenne, de aki egy kicsit is nézi az amerikai politikai eseményeket, az, az, az így azt mondja, hogy ez olyan, hogyha egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen K1-es meccs lenne, tulajdonképpen egy kettelec harcos meccs, és ez leginkább azóta ö, tetten érhető, amióta Donald Trump bejelentette, hogy indul az elnök választáson, ez nem most, hanem 2015-15. -20... Ennyire durva azért nem volt. Tehát akkor, akkor is <coughs> el tudtak menni egy nagyon kemény irányba. Ez talán szerintem a a, a 21. század eleje óta tetten érhető, de az a fajta hiszterizálás, az a fajta gátlások nélküli híráradat, amit láthatunk, az tulajdonképpen szerintem azóta van, hogy a Trump betette a lábát a politika színpadára, hiszen ha megnézzük kezdettől fogva, egy olyan egész pályás letámadás van ellene, ami tulajdonképpen a szellemi állapotától kezdve a, a magánéletének minden egyes pillanatának a kiteregetésén át, a, a démonizáláson keresztül minden igen, emlékezhetünk, amikor erre a rettenetes, szóval uh, Las Vegas állították fel az a Trump szobor, ami, ami, ami nyilván ugye, kigúnyolja, kifigurázza az elnököt, amikor ördögnek állították be, amikor egy amerikai hát önmagát művésznek nevező nő, ugye ez a, a, a Trump Igen, fejét tartotta. De ott van Madonna is, aki ugye kijelentette, hogy meg kéne ölni, meg fel kéne robbantani a fehér házat, tehát, hogy, hogy, hogy semmi sem szent. Tehát lehet Igen, egyet így, nem érteni valakivel, csak... csak Igen, de itt barát, például lehet, hogy ez a, ez a fajta... <kül> iszonyú felfokozott érzelmi állapot ez, hogy, hogy tényleg így démonizálják, riogatják, fenyegetik az embereket azzal, hogy ha Donald Trump lesz az elnök, vagy újra hatalomra kerül, akkor eljön a, az apokalipszis, hogy ez, ez váltja ki mondjuk a merénylőben azt, hogy, hogy, hogy erre készüljön, Ugye az egyik merénőről tudják, hogy, hogy éppen, hogy céltévesztett volt egy másik merénylet nem Mondom, akkor kitör a polgárháború? Ö, egy kicsit hátrébb lépnék az Egyesült Államokban kis azt mondhatnánk, hogy hagyománya van az elnökök elleni merényleteknek. Itt készülve a beszélgetés, így megnéztem, hogy 1835 óta, ha jól számolom, 39 merénylet volt az Egyesült Államok elnökei, elnökjelöltjei ellen. Ez merénylet, kísérlet, fenyegetés is benne van, de ez, sem biztos, hogy a teljes szám. De ha ezt a 39-et vesszük alapul, az azt jelenti, hogy közel 4,8 év, 80 évente követnek el kísérletet amerikai elnökök ellen. És Donald Trump ellen csak idén két hónap, két nap különbséggel két merényletet is elkövettek. És szerintem ami az egészben nagyon ö, riasztó, az az, hogy milyen gyorsan levették a napi rendről mindkét témát. Tehát az első merényletkísérletet követően, ahol az elnök jelölt megsérül, ahol ö, két ember, Életét veszte, veszti, egy ugye a merénylő volt, és egy ugye egy... Akit egy, a, 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 a tetőről. Tűzoltó, a és többen pedig súlyosan megsebesültek, tulajdonképpen pillanatok alatt a liberális média leszette a napi rendjéről. Sőt, ha visszaemlékszünk, a Washington Post az tulajdonképpen 8-10 órán keresztül ezt úgy tálalta, hogy hangos zajok voltak a kampányeseményen, és Trump levonult. Innen folytatjuk nem sokára, de most egy szolgálati közleményen szakítjuk meg a beszélgetést. Szeptember 4-én pontosan egy hónapja indult a Patriota Extra, azóta ez a 12. videóm. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam már tőletek, ezt köszönöm, de a legnagyobb dicséret számomra az, hogyha feliratkozol a Patriotára. Amennyiben ilyen patriótás beszélgetéseket szeretnél még látni, és szeretnél értesítést is kapni a megjelenésről, akkor a feliratkozás a megfelelő lépés. Kattints a videó alatt a feliratkozás gombra, és meg is vagy. Azért is kérem, hogy iratkozzatok fel, mert a Patriotán értesülsz majd első kézből arról, hogy mi történik Amerikában az amerikai elnökválasztási kampányról, és természetesen magáról az eredményekről is. Ugyanis több műsorral és szakértői beszélgetésekkel, elemzésekkel készülünk majd nektek. Most pedig folytatjuk. Emlékszel, Tele volt a, a, a közösségi média felháborodott kommentelőkkel, meg tiktokerekkel, meg videókészítőkkel, akik egészen útszéli stílusban azon, euh, hát méltatlankodtak, hogy fejezem ki magamat, hogy egy dolgot lett volna eltalálni, Igen. És, és elszúrtad. Igen, hát, hogy ez, 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 ez hogy ágyaz meg ennyire az erőszaknak? Igen, tehát azt látjuk tulajdonképpen, hogy hogy semmi sem szent, és ahelyett, hogy mondjuk egy ilyenkor egy összefogás lenne, és rátérnék a másik merénylet kísérletre, hogy megtörténik vasárnap ez, hogy ez a csávó 10 órán keresztül ott izé a, golf golfklub körül, nekem az is kérdéses, hogy, hogy senkinek nem, nem tűnt Senkinek föl. nem tűnt Ilyen, föl, valaki 12 órán keresztül ott lébecol, hátizsák, gopro kamera, távcsöves fegyverrel, 3-400 méterre egy szerintem egyébként egy, egy szigorúan védett uh, területen, Ajá. és, uh, és azt követően, hogy megtörténik ez a merényletkísérlet, másnap Hillary Clinton bemegy a tévébe, és azt mondja, hogy meg kell akadályoznunk minden eszközzel, hogy Donald Trump bekerüljön a fehér házba. Tehát, hogy nincs meg az a fajta együttérzés, vagy az, az hogy azt mondani, hogy ilyenkor hátrébb lépek, félreteszem az ellenszememet, a politikai és a személyes, és azt mondom, hogy hogy gyerekek, ezt nem engedhetjük hmm. meg magunknak, mert ez velem is előfordulhatott volna. Mire számítod szerinted Magyarország, hogyha győz Trump? Amennyiben Donald Trump győz, én úgy gondolom, hogy a meglévő egyébként, tehát ami politikától független, ez a gazdasági kapcsolatok, hmm. kereskedelmi kapcsolatok, katonai együttműködés, ezek, ezek tulajdonképpen euh, adminisztráción túlmutatóan mindig is, tehát attól függetlenül ezek egy jól működő kapcsolatok. A politikai kapcsolatok azok, amik tulajdonképpen ö, láthatjuk, és ez leginkább Barack Obama óta, hogy egyfajta identitáspolitikát, egy, egy, ö, egy ilyen kulturális imperializmus gyarmatosítást láthatunk, demokrata ö, elnökség, adminisztráció esetében. Ez volt Obama alatt, ezt láthatjuk most is, demokrata részről, amennyiben viszont Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő elnöke, akkor egy olyan fajta kapcsolat, egy olyan kapcsolat lehet a két ország között, amely 2016 és 2020 között volt Magyarországon, egy jó erős politikai kapcsolatok. Ez, félreértés, ne essék, ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve kisimul minden egyes kérdés, és, és a lesz a hanem ez azt fogja jelenteni, hogyha vannak olyan ügyek, amikben nem nem értenek mondjuk egyet velünk az amerikaiak, akkor azt nem a sajtón keresztül fogják megüzenni, hanem mondjuk tárgyalóasztalon. tárgyalóasztal mellett, zárt ajtók mögött, mm -hmm. ahogy ezt egyébként tették 2016 és 2020 között. És a ha Kamala Harris nyer? Amennyiben Kamala Harris nyer, ez szerintem egy olyan szempontból érdekes, hogy semmit nem tudunk tulajdonképpen a külügyi programjáról. Tehát ő maga elnökjelöltként és az előző életéből kifolyólag soha nem foglalkozott külpolitikával, és az alelnök helyettese ugye Tim Walsh sem volt az, aki mondjuk külügyi fronton működött volna. Tehát hogyha megnézed, Barack Obama többek között biden azért tette be alelnökének, mert Biden az egész politikai karrierje során kizárólag, csak és kizárólag külügyi kérdésekkel foglalkozott, tehát egy tapasztalt róka volt a külügyi fronton. Viszont itt egyik jelölt se az. És amíg Bidennél Ukrajna személyes ügy, hiszen a családi, hogy is mondjam, az érdeke, itt, érdeke... Itt nagyon finoman fogalmaztál, érdeke, családi hogy a mennyi pénzt kapott Ukrajnában, az azért az volt, ez családi érdekeltségek, az, volt. hogy egy külügyi vonalon mozgó ember volt, értette ezt a régiót, uh -huh. a, a mennyire lehet vagy amennyire el lehetett tőle várni, de Kamalánál ez nincs meg. Tehát az sem kizárt, hogy a mi régiónk egy esetleges demokrata győzelmet követően ugyanúgy háttérbe lesz szorítva, hogy az mondjuk Barack Obama alatt volt, és akkor néha-néha így, így, ide, ide koppintanak a fejünkre, hát, hogy Most is ez megvan, hogy ha csak David Pressmerre az amerikai nagykövetre gondolunk itt Budapesten, aki elképesztő aktív, Hát voltak éppen belpolitikai tevékenységet folytat ki, ezt nélkül állíthatjuk, hiszen folyamatosan beleszól a magyar belügyekbe, folyamatosan ugye a miniszterelnök szavait idézve, prés alatt igyekszik tartani a magyar közbeszédet. Erről mit gondolsz, hiszen azért az látszik, hogy, hogy itt már régeslik túl túlmegy a diplomáciai eszközökön. Igen, ez, ez, ez meddig nyomás... fokozható ez Igen, a nyomás? ez egy, ez egy folyamatos nyomásgyakorlás, amit láthatunk, és én ezért mondom azt, hogy amikor Barack Obama nak hívták az Egyesült Államok elnökét, akkor ugyanez volt, akkor volt ugye egy good friend, hogyha visszaemlékszünk, ott, ott volt ugye a netadó elleni tüntetésen, tehát tulajdonképpen az első sorban ö, tüntetett a, a magyar kormány politikája ellen. Na most képzeljük el, mit kapnánk azért, hogyha mondjuk a washingtoni nagykövetünk Takács Szabolcs mondjuk egy, ott egy, egy kormány tüntetésen, ellenes tüntetésen igen. az első sorban lobogtatná a zászlót egyébként. Tehát az lenne az első szerintem, hogy a külügyminiszter visszahívná őt a, a pozíció. Újából. Tehát, hogy ez tulajdonképpen ez meg volt. A, a demokrata, tehát Barack Obama időszaka alatt is. És én mindig arra szoktam emlékeztetni mindenkit, hogy David Pressmannek volt egy talán Financial Times-nak adott interjúja, amikor ugye kijelentette, hogy nyomás alatt tudjuk tartani a miniszterelnököt, meg hogy ö, tulajdonképpen megvannak rá az eszközeink. Na most ez is tulajdonképpen, amit te is fogalmaztál, egy beavatkozás a belpolitikai ügyekbe, kettő az, hogy én nagykövetként lenyilatkozom, hogy én amúgy tudok még eszközöket arra, hogy hogyan tartsunk téged egy nyomás alatt. Szerintem ez. Ö, nem a szövetségeseknek a párbeszéde. Beszéljünk egy kicsit a kampányról. Ugye itt a gazdasági kérdés az, ami nagyon meghatározza. A nagyon nagy vita téma az abortusz, nagyon nagy vita téma a migráció, a vók. Ugye mind-mind olyan, olyan nagyon érzékeny terület külön-külön is. Itt mi lehet, ami döntő szerintet, hiszen azért azt pont egy, egy elemzésben lehetett olvasni, hogy 6-7 csatatér állam lesz, ahol eldőlhet a választás. Mi lesz a legmeghatározóbb kampánytéma szerinted, és mi a fő különbség egyébként itt? Igen, ugye. Nem véletlen az is, ugye talán mikor legutoljára itt beszélgettünk, ugye akkor is szóba került, hogy az elnök jelöltek vitáján nem is igazán volt szó külpolitikáról, tehát egy, egy kis szegmense volt, ami abból fakad, hogy a belpolitika az, ami most, most napi renden van, a belpolitikai kérdések, ahogy te is mondtad, a gazdasági kérdések, infláció, illegális bevándorlás és az abortusz kérdését is behozták, és ugyanez lát, volt látható egyébként az alelnök jelölti vitán, ahol egyetlen egy kérdés erre a rögtön a vitán a kezdetén, ugye az, az Iránban, az irán-izraeli konfliktus volt az, amit ugye megkérdeztek, hogy hogyan kezelnék, stb. stb. És utána az egész egy full teljes mértékben egy belpolitikai fókuszú vita volt. Ez abból is fakad, hogy az embereket, embereket ezt foglalkoztatja. De megnézve nyilvánvalóan talán a sorrendet is így tudnám. Bevándorlás, gazdaság, Abortusz. És ez látszik is a, a tematizálásban is, hogy mindenki ugye, ebbe az irányba próbálja lökni. Ugye említetted a csatatérállamokat. Mindig úgy gondoljuk, nyilván Magyarországból indulunk ki, hogy megnézzük az országos adatokat, mit látunk, stb. Ott azt látjuk most, hogy egy ilyen 2-3% ponnyi különbség van a két jelölt között. Most nagyon most úgy néz ki, hogy Kamala Harris vezet, de ez még hiba határon belül van. Viszont ami számít, azok a csatatérállamok, amiből 7 van, a mostani elnökválasztás során, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az amerikai választók 0,008 0,008%-a az, aki tulajdonképpen dönt arról, hogy mi legyen. Ami elképesztő és felfoghatatlan tulajdonképpen magyar szemmel nézve, ahol nem csak, hogy államonként eltérő témák vannak, hanem akár államon belül is eltérő témák lehetnek, amivel tulajdonképpen a jelölteknek és a csapataiknak tulajdonképpen ö, gondolkozni kell kampánylogikai szempontból és politikai üzenetek Igen, ezeket majd végig veszük, mert ugye sokat fogunk még, tehát hogy folyamatosan elemezni fogjuk, hogy hogyan áll a kampány. Ugye ez nagyon érdekes volt az alelnök jelölti vitő, te is beszéltél róla, hogy... Ö, egy Vance és, 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 Tim Waltz vitatkoztak. Azért az egész elképesztő, hogy Jövens nagyon jó benyomást keltett. Azért a, még a vele meglehetősen kritikus sajtó is azt mondta, hogy hogy összeszedett volt, nagyon jól szerepelt, hogy Tim kicsit bizonytalanabb volt, volt, amikor összekeverte Iránt izrael -e. Tehát elég sokat bakizott. Hát, és hogy ugye, amikor azt mondta, hogy neki a, az iskolai lövöldözők a barátai, amivel most azóta a mémeket gyártják ezzel, nem csak a, a Twitteren, hanem az Instagramtól kezdve a TikTokon mindenhol. És ez egy dolog volt, de hogy például Ugye ki, valahogy kitalálták egy, egy, egy újságcikkben, hogy mennyire mérgező maszkulinitásra utal vance a szakálla. Hogy lehet, tehát hogy fajulhat ez az egész sztori idáig? Igen, ez az a... Amerikának ez, 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 ez a ez a szélsőség, ez mindig ennyire megvan? Ez a, hogyha, nem tudom, hogy például te nézel el mondjuk amerikai foci, vagy bármilyen olyan, ami ameriká, amerikai sportok, vagy valami, hát ezeknek a rabjai. A statisztikáknak. tehát olyan statisztikákkal foglalkoznak, ami nekünk eszünkbe sem jutna. Tehát, hogyha rákeresel arra mondjuk, hogy az elnököknek a beiktatási beszéde, simán meg tudod nézni azt, hogy hány perces volt, melyik volt a leghosszabb, melyik Milyen szavakat rövide, használtak. Hány szavas igen. volt, meg nem tudom, és rangsorolják. Tehát, hogy imádják, és minden ilyen apróságra odafigyelnek. De amit te említettél, hogy ez a cikkből az jön le, hogy tényleg, hogy ez egy maszkulin és ez egy agressziót sugározhat, stb. 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 Viszont a szerző az végig mert pont ezzel, erről írt ez a, ez a politikóban megjelent cikknek a szerzője, erről írt, hogy hogyan változik a, 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 a szakás stílus a, a, a férfiaknál, a, az amerikai politikában a történelmtől ez a történelem folyamán, és akkor ott beveszi Abraham Lincoln, Lincoln aki csak egy hatalmas nagy szakállal motorozott, és utána az, hogy tulajdonképpen ez egyre inkább a 20. század közepétől egyre inkább kiveszik, és hogy arra a következtetésre jut, hogy ez vissza jöhet akár a, 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 a G.D. Vance-el, aki mégiscsak egy teljesen más generációt képvisel, hiszen szóval meg, nézzük az amerikai politikai palettát, akkor nagyon-nagyon ritka, ritka az a, az a, az a férfi a, a, az amerikai politikában, akinek mondjuk szakáll lenne, bajusz vagy bármi egyéb, és azt mondják, hogy ezzel tulajdonképpen akár a, a GD Vance egy, egy, egy újat, megint csak egy, egy új generáció. Igen, de ha már az új generációt lekeverték veszét közben. The the Thank you, gentlemen. the, the, the One have... app has not been on the books. It's Lekevert a mikrofonja, lehetett. Igen, és megint mutatja azt és szerintem itt megint csak a legnagyobb vesztese ennek a vitának, megint csak a sajtó volt amely ugye magát mindig ugye a negyedik hatalmiág, objektív, független, és a többi, és a többi jelzőkkel illeti magát, és tulajdonképpen megint, bocsánat, kistózásra hülyét csináltak magukból. Tehát megint csak megmutatják azt, hogy a sajtó nem pártatlan, hanem valakinek az oldalára megint csak beállt, és ellenement a másiknak. Mit vársz egyébként, ugye egy hónap van még hátra, és beszéltünk ezekről a csatatérállamokról, itt, itt mi lehet a döntő? pont ahol mondjuk uh, Trump és csapata előnyt tud kovácsolni, vagy miből tud előnyt kovácsolni, mivel vághat vissza Kamala Harris. Uh, és azért az is látszik, hogy miközben ugye nagyon beállt, mondjuk Hollywood beállt Kamala Harris mögé, megjelentek a Trump támogatók is, tehát hogy itt is most már azért egyre többen ébrednek föl, hogy, hogy nem lehet szó hagyni ezt, amikor tényleg démonizálják Trumpot, és, és nyíltan felszólítanak, hogy nehogy rá szavazzál. Most már azért egy a több Trump támogató is megjelent a közösségi médiában. Ez döntő lehet? Igazából az Egyesült Államok politikai palettáján ez egy ilyen megszokott dolog. Tehát bármennyire is nekünk magyar szempontból furcsa, hiszen itt úgymond rejtőzködik az ember politika értelme, hogy most melyik oldalra szavazott az, hogy egy közéleti személyiség beáll a demokrata vagy republikánus párt mögé, mellé, az egy teljesen egyértelmű és, és evidens dolog, tehát hogyha csak a, mondjuk menjünk vissza a 60-as évekig egy Frank Sinatra, az nyíltan Kennedy párti volt, sőt olyannyira, hogy Sinatra tulajdonképpen ö, kampánydalt írt neki, szervezett neki mindenféle ilyen fundraising eseményt, stb. stb. Tehát ugye ez egy megszokott dolog volt, és most, amit te is említesz, hogy Trump mögé is beállnak, mert mindenki azt mondja, hogy hú, hát a Trumpot nem is se a színészek, se a, a nem tudom, a zenei életnek a képviselői nem állnak be mögé, és akkor látjuk, hogy akkor mondjuk megjelenik egy kidrak, aki, aki már mondjuk eléggé régóta a, szerintem Trumpnál Trumpabb a, a, a faszi, de hogy mondjuk ott van a ott van uh, 50 cent, ugye, amikor mind, mindig azt mondják, hogy hát, hogy a fekete szavazók ugye azt Trumpot hmm. nem szeretik, és akkor a 50 centet megpróbálták beállítani abba, hogy, hogy, és akkor Kamalára fog szavazni, vagy Biden, és mondta, hogy dehogy is, hát én Trumpista vagyok. E és tehát, hogy ezek, ezek így megjelennek, és nyilván valamit te is mondasz, hogy, 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 látják, hogy mi zajlik, hogy az a fajta gyűlölet hullám, stb. 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 És az amerikaiakban van egy ilyen, hogy én kiállok, és akkor megmondom a tutit, hogy én, én ő rá szavazok. Egyébként az érdekes, hogy mennyire mérik alul uh, Trump támogatottságát. Ez, ez lehet egy tendencia? Én azt gondolom, hogy amikor volt ugye 2016, amikor emlékszünk, ilyen hor horrorisztikus közvéleménykutatási adatok jöttek ki, tehát volt olyan, amelyik 90 valány százalékot mért hillary hogy annyira el fogja verni Trumpot, és tulajdonképpen ott a valóság hát páros lábbal arcol rúgta a demokratákat, meg azokat, akik ugye azt várták, hogy a Hillary végre elfoglalhatja méltó helyét az ovális irodában, és azóta én azt, azt látom, hogy tulajdonképpen a, a, a közvéleménykutatók is visszaálltak arra, hogy prób ezt amennyire lehet azért párt, pártalanul mérni, vagy pártok fele, fölé emelkedni. És, 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 nem véletlen, hogy ezért van az, hogy most ennyire szoros a verseny. Tehát én azt gondolom, hogy most nincsenek azok a fajta kilengések, ami mondjuk 2016-ban volt. Rájöttek ők is, hogy tulajdonképpen a hitelességüket elveszítik, ha tovább folytatják ezt a, ezt a dilit. Igen, kérdés, hogy mi lesz erre egyébként tehát mi lesz erre a válasza az amerikai társadalomnak? Ez nagyon nagy kérdés. Ugye itt, itt de még egy gyors utolsó kérdésként, hogy mennyire lehet kiegyenlíteni ezt a fajtát? ezt a démonizálást mennyire lehet ellensúlyozni azzal, hogy megjelennek a csinos nők, megjelennek a támogatók Trump mellett. G. Davis nagyon jól szerepel az alelnök jelölti vitán. Teljesen más arcát mutja, mutatja a republikánusoknak. Tehát ez hozhat plusz szavazatot? Én úgy gondolom, hogy az alelnök jelölti vita arra volt jó, hogy kicsit felrázza a tábor, tehát hogy a mm. a republikánus szemmel. Az, hogy ott van egy olyan alelnök, aki beleáll a vitákba, és megmutatkozott az, hogy ahogy Kamala harris úgy Tim Volcot is, az fajta vitáktól, kemény, éles helyzetektől tulajdonképpen féltette eddig a kampánycsapat, és most megmutatkozott. Ugye te fogalmaztál úgy, hogy olyan nagyon nehezen melegedett be, ami érződött. Is, és nem véletlenül mondott egy csomószor egyébként hülyeséget, meg olyat, amivel visszajött, és elkövette azt a hibát, amit soha nem szabad elkövetni. Nixon óta tudják az amerikai politikusok, hogy egy vitában, egy televíziós vitában a másiknak adok igazat. És egy csomószor előfordult, hogy a volt szó kérdezték, hogy ön mit gondolt, és mondta, hogy hát a jelöltel egyet tudok érteni ebbe és ebbe a kérdésbe, ami az teljes buktat. Tehát azt jelenti, hogy onnantól kezdve azt a részét elveszítetted a meccsnek. És, és ö, ö, nyilván ez egy mozgósítása tökéletes volt. És a másik, hogy szerintem azzal, a GD Vance ilyen jól szerepelt, és folyamatosan azóta is, tehát lemegy a vitá, és folyamatosan megnyilatkozik, interjút ad, stb. stb. megmutatta, hogy tulajdonképpen a Republikánus pártnak ő egy jövőre, vagy a jövőben egy esélyes jelöltje lehet, amennyiben egy türelmes, hiszen Lázár Jánost idézném, aki az első kormányinfón azt mondta az újságíróknak, hogy a türelem nagy erény, kollégák. Tehát, hogyha türelmes lesz, kivárja a sorát, nem csinál politikailag akkor a ballépést, akkor ő akár a republikánus pártnak egy elnök aspiránsa is lehet a jövőben. Rajmúlt, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt a Patrióta Extra, nektek köszönöm a figyelmet. Iratkozzatok föl, a videót, osszátok meg, és várlak titeket legközelebb is. Sziasztok!